Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma szívünkbe szórta. Ó, akkor egykor ifjú jókai és lángoló Petőfi szava zengett. Kokárda lengett és zászló lobogott. A költő kérdett és felelt a nemzet. Ma nem tört el Bilincsács börtönajtót lelkes tömeg, de munkadala harsog. Szépség, igazság lassan megy előre. Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámaros lesz tőled. Tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölrásztad a szunnyadó erőket, mely új remények ibolyáját fontad. Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Március 15-én az emberek kokárdát fűznek a ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. 1848 tavaszán Európa több országában forradalom tört ki. Március 14-én este eljutott Pestre a bécsi forradalom híre. Az akkor még csupán 100 000 lakosú Pesten a Pilvax, amit régen két L-lel és W-vel írtak, Pilvax Károly nevének köszönhetően kávéház volt a legnépszerűbb találkozóhely az egyetemistáknak. Ők korukban Finningennek mondták a kávéház nevét a hely fővédőjéről. 1848 tavaszán így gyülekezett az a forradalmi hangulatú csoport is, akiket már akkor is március ifjaknak neveztek. Március 15-én a Pilvax kör tagjai élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk hívják ki a sajtószabadságot. Addig ugyanis csak a bécsi udvar jóváhagyásával jelentett meg bármilyen magyar nyelvi írás. Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt, mi valánk a legelső, kik tenni mertünk rónért. Mi emeltük fel először a cselekvés zászlaját, mi riasztok föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív föld bogott. Egy szóvás, egy érzelem olvadt össze a haza. Az érzelem lelkesülés a szó szabadságban. Ó, ez ritka szép látvány volt, s majd, ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák. Nem szabad szálláson született Petőfi, egy városban sem született az, hanem országúton. Én úgy hallottam, úgy volt, hogy egyszer régen pásztorok, juhászok, csikósok kint találtak a félegyházi határon. Tél volt, de régen a pásztorok télen sem ezért tanyáztak. Bemettek egyszer a pásztorok az útnak a csárdásba, látják, ott ül egy szegény ember, és nagyon búsul. Kérdezték, mit búsul. Azért mondja, mert úton volt feleségével, és útközben megszületett a gyerek. Most aztán itt vannak a csárdában, nem tudnak tovább menni a nagyhó miatt sem, meg a gyerek miatt sem. A pásztorok igen megsajnálták, bementek az asszonyhoz, hogy valami keresztajándékot adjanak a gyereknek, ahogy szokás. De szegény pásztorok voltak, semmiük sem volt. Mit elég egy pásztortól? Egyik odaadta neki az ostorát, a másik juhász volt, az kis bárányt adott, hogy mégis adjanak valamit. A szegény ember nagyon köszönte, az volt Petőfi apja, a gyereknek Petőfi Sándor. A világ az Isten kertje, gyons virág vagytok ti benne emberek. Én a kertnek egy kis magja, de az Úr, ha bátom fogja, benne gyomtán nem leszek.
Tiszta eke bennek mélye, égi kézzel beléje lángokat, és a lángok szűzenéknek, szent oltárul, az erénynek el nem romlott szív alatt. Mint a róna, hol születtem, lelkem útja tetteimben egyenes, szavaimmal egy az érzet, célra jött nyelvbeszédet, tétovázva nem keres. A Pesti Egyetemnél elszavalta Petőfi Sándor a Nemzeti Dalt, és elmondta a 12 pontot. Most vagy soha, ragadt legyünk.
reggelt, sírok a